Az elmúlt napokban valamennyi településen tovább szigorítottak a korábbi helyi intézkedéseken. Az elmúlt napokban az üllői gyáli, a maglódi, a felsőpakonyi és a vasadi vészhelyzeti munkacsoportok vezetőinél érdeklődtünk. Előbb azonban következzen az a telefonos interjúnk, amelyet a Pest megyei önkormányzat sajtófőnökével rögzítettünk. Pest megyei önkormányzata is az elsők között reagálta előállt különleges helyzetre, és már múlt héten egy rendkívüli munkarendet léptetett életbe az önkormányzatnál. Ez azt jelentette, hogy lecsökkentettük a munkaidőt, 8-tól 4 óráig tart, és a itt dolgozók nagy részének is távmunkát biztosítunk. Akinek be kell járni, mert olyan munkája van, hogy szükséges, hogy a hivatalban legyen, az is csak 2 naponta jön be váltással egy másik kollégával, és arra szeretnénk megkérni a partnereinket, ügyfeleinket, hogy csak is nagyon sürgős esetben, nagyon fontos esetben keressék fel a hivatal személyesen, és előtte is egyeztessenek a kollégával, hogy bent tartózkodik-e az adott napon. Mindenkit arra kérünk, hogy maradjon otthon Pest megyében is, Budapesten is, itt a mi hivatalunk az Budapest közepén található. Ha ki kell mozdulni az utcára, akkor csak a legszükségesebb esetben tegye ezt meg, csak is bevásárolni, vagy patikában, vagy hogyha valakinek segítenie kell. Ebben az esetben is, hogyha tud, akkor viseljen maszkot, de az idős ügyfeleinket arra kérjük, hogy mindenképp maradjanak otthon. Ha valaki a Pest megyei önkormányzattól szeretne segítséget kérni, akkor azt hogyan, mi módon tudja megtenni? E-mailben keressen minket, a www.pestmegye.hu oldalon található a e-mail címünk, a telefonszámunk, és ahogy mondtam, mindig van kollega, aki bent tartózkodik a hivatalban, tehát e-mailben, telefonon is el fogja őt érni, és mindenképpen megkeressük, és akinek tudunk segíteni fogunk. Azt is megkérdeztük, hogy a megyében zajló beruházások folytatódnak-e? A Pest megye önkormányzatának rálátása van a Pest megyei kompenzációból megvalósuló beruházásokra, fejlesztésekre, és ahogy látjuk, ezek a munkák nem álltak le, azonban nagyon helyesen az önkormányzatok, vállalkozók az elkészült beruházásokat, illetve fejlesztéseknél az átadót nem tartják meg, hanem majd egy későbbi időpontban fogják ezt pótolni. Tudnak amúgy olyan beruházásról, olyan pályázati építkezésekről, amik a koronavírus miatt most csúsznak, vagy teljesen más időpontra fognak eltolódni? Nem kaptunk ilyenről hivatalos értesítést. Olyanról kaptam, még múlt héten is például Jörgosztyánban készült el egy egészségház, de értesítettek, hogy az átadója az majd egy későbbi időpontban lesz.